Az orosz-ukrán háború nem csak fegyverekkel, hanem álhírekkel is zajlik, nyilatkozta Klaus Johannes államelnök Versailles-ban az Európai Unió állam és kormányfőinek informális találkozóján. Amíg az ukrajnai háború tart, számítani lehet arra, hogy álhírekkel próbálják meg destabilizálni az európai gazdaságokat, hangsúlyozta Klaus Johannis. Az üzemanyagárak kapcsán kialakult pánik hangulatra reagálva az államfő azt mondta, a háború jelentős része álhírekkel és félretájékoztatással zajlik. Veszélyes, ha egy álhír ilyen pánikot képes kelteni. Nagyon óvatosnak kell lennünk a beérkező információkkal, a komoly újságíróknak és a komoly szerkesztőségeknek pedig nagyon oda kell figyelniük, hogy milyen információkat vesznek át és adnak tovább. Újságírói kérdése válaszolva az államelnök kijelentette, hogy Románia felkészült az álhír kampányok kezelésére. Az Európai Unió állam és kormányfőinek informális találkozóján egyébként az ukrajnai háború és az energia kérdésköre szerepelt. Klaus Jánisz azt mondta, uniós szinten megoldásokat keresnek arra, hogy a tagállamok minél kisebb mértékben függenek az orosz energiahordozóktól.